Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Amit Seres Attila úgy is összefoglalhatnánk, hogy 10 perc Seres Attilával, mert ennyi időnk maradt a mai Pirkadatból. Szia Attila, jó reggelt kívánok, csapjunk is bele. A világ nem örül annak, hogy Izrael Oroszország mellett tette le a voksát az izraeli külügyminiszter Jair Lapid, valamiért úgy döntött, hogy Izraelnek jelen pillanatban ugyan nagyon fontosak az ukrán zsidók, és hogyha bajban vannak, boldogan evakuálják őket, de valamiért az oroszokkal értenek egyet? Mit tudsz erről mondani, úgyis mind a Neokon főszerkesztő helyettese? Hát azért azt gondolom, az nem egyértelmű, hogy az Oroszország mellett tette le a voksot, ugye Amerikával szemben, azt tegyük hozzá az ukrán-orosz válságban, hanem, hát hogyha jól emlékszem, akkor azt hangsúlyozta, hogy Izraelnek egyensúlyozni kell két nagyhatalom közötti viszályban. Hát tényleg nagyon nehéz helyzetben van Izrael, és a magyarok azért ezt szerintem elég jól átérzik, mert Orbán Viktor is szerintem kísértetiesen hasonló politikát próbál megvalósítani ebben a nagyon nehéz kritikus helyzetben. Mind a két államnak ugye az a problémája, hogy igen, szövetségesi viszony, meg demokrácia, meg technológia, meg minden egyéb érdek az nagyon fontos, de viszont az oroszokra rá van utalva. Tehát egy pragmatikus politikát kell kialakítani. Ugye Izrael és Magyarország esetében sem arról van szó, hogy sem Putyin barátságról van szó. Tehát itt nem arról van szó, hogy az oroszokkal barátkozni kell, hanem arról, hogy hogy az oroszoknak is a szempontjaira tekintettel kell lenni. Ugye Magyarország esetében ez az energiaellátottság miatt nagyon fontos, ugye a gáz meg az atomenergia szempontjából. Hát Izraelben pedig nem egyszerűen az életminősége, hanem Izrael létezése szempontjából nagyon fontos az oroszokkal folytatott jó viszony. Miért is? Hiszen Magyarországtól ugye egy országnyira van Oroszország, tehát szinte szomszédunk, és nem szeretnék, hogy a közvetlen szomszédunk legyen. Izraeltől pedig hát végül is több ezer kilométerre van Oroszország. De viszont, ugye hát a kedves nézőknek nyilván nem újdonság, hogy Oroszország ott van. Izrael felett északon. Ott van északon. Na most Oroszország és a Szovjetunió mindig is törekedett a meleg tengerekre, ugye ezt úgy szoktuk fogalmazni, hogy a meleg tengerek felé, mert ugye az északi Jeges-tengeren, a Balti-tengeren ott van mindig, de hát azért az eléggé félre első hely, bár annak is fontos politikai jelentősége van. De fontos neki, hogy kijusson a meleg tengerekre, és hogy tud kijutni a meleg tengerekre, ugye a földközi, a Fekete-tengeren, Boszporuszon át a földközi tengerre. És ha már a meleg tengeren van, valahol meg is kell tankolni a hajóit, meg meg kell javítani, hogyha elromlanak, és ezért kell valami támaszpont. Ugye korábban viszonylag köztudomású, hogy az ottani arabokat támogatta, és Egyiptommal volt a Szovjetunió nagyon baráti kapcsolata, még a 20. század második felében. Tehát aztán változtak az idők, és kiszorult onnan, meg szétesett a Szovjetunió, és most nagyon kapóra jött neki a szíriai polgárháború, aminek a kirobbanásáról ugye eltérőek a vélemények, de a lényeg az az, hogy ott történt valami zavar, amiben Piszkos Fred módjára bekavarhatott, megjelenhetett, hogy segítsen. Attila, és, igen? Hát így került Szíriába. Hát egy kicsit messziről kell indítani, mert talán nem minden kedves nézőnek a számára, hogy ennyire egyértelműen kapcsolódnak össze a kontextusok. De a lényeg az, hogy Oroszország megjelent
békefenntartóként Szíriában, és sokak számára antipatikus módon életbe tartotta és hatalmon tartotta ezt az Assad rezsimet. Miért mondod, múlt idővel tartja? Tartotta és tartja egyet. Most magunk között szólva, Izraelnek elemi érdeke, hogy Assadot tartsák hatalomban, mert akármilyen mocskos, véreskező diktátor, de tulajdonképpen ő az egyetlen biztosítéka annak, hogy nem lesz ebből is egy ugyanolyan bukott állam, mint Irán, mint Irak, és Izraelnek egy rossz diktatúra és sokkal megbízhatóbb lakótárs, hiszen szomszédok, mint egy bukott ország, ahol anarchia van és terror van. Na most az oroszok itt vannak Szíriában, ugye itt már akkor nem kell nagyon messzire mennünk, hogy Izraelnek miért érdeke, hogy az oroszok a jobb ennyi, és az oroszok egyre inkább éreztetik is azt, hogy ki az úr ebben a térségben. Arról is elég sokat lehet olvasni, hogy Izrael elég gyakran légi csapásokat tart végbe Szíriába. A rossz hiszemű média úgy szokta ezt tudósítani, hogy Izrael már megint Szíriát bombázta, és akkor az emberek... Ezek önvédelmi akciók. Az jelenik meg, hogy bombázza a szegény civileket, de hát nem, Izrael ott kifejezetten az iráni érdekeltségű terrorszervezeteknek a fegyverraktárait és az iráni kezdeményeket, tehát ilyen támaszpont kezdeményeket szokta bombázni, mert nem szeretne Iránnal olyan nagyon közeli kapcsolatba kerülni, és az oroszok ezt szokták hagyni, mert ugye az is nyilvánvaló, hogy az oroszoknak a haditechnikája azért az jóval fejlettebb, mint az araboké, tehát tulajdonképpen az oroszok jó indulatára szükség van ahhoz, hogy az izraeli repülők ezeket a korlátozott légi csapásokat végre tudják hajtani. Na most elkezdték már az oroszok éreztetni az izraeliekkel, hogy hát azért ez az ő kegyüktől függ, és ez például úgy történik, éppen tegnap előtt hoztunk ki egy ilyen posztot, hogy már az Izraelbe tartó légijáratokat is zavarják az oroszok a navigáció zavarással. De most újra visszazavarják, mert nem voltak hajlandók erről lemondani, és a dolog úgy tűnik, hogy megoldódott. Jair Lapiddal kezdtük. Nehogy oldódott meg, hát ez ilyen igazi közel-keleti keménykedés. Hát ugye miről van szó? Arról van szó, hogy van ez a GPS, amit ugye mindannyian használunk már az autóinkban, és hát ugyanez a repülésnek is a nagyon fontos navigációs eszköze. És az oroszok a saját hadi dolgaikhoz, hát nyilván használnak ilyen GPS-t, hogy az ő ellenségeiket megtéveszik. Tehát ilyen orosz módra ez nem ilyen korlátozott dolog, ilyen high-tech, hanem hát akkor ott már mindent korlátozok. Tehát nem direkt zavarják az Izraelbe tartó légijáratoknak a GPS-ét, hanem ez ilyen collateral damage-nek mondják a haditechnikában. Hát ilyen járulékos kárként jelentkezik, de hát a polgári repülők, tehát ez érinti a Wizz Ryanair, Lufthansa, minden járatot, hát ez elég nagy bajba kerülnek, amikor nem tudják, hogy hol vannak, és nem tudnak rendesen landolni. Arról nem beszélve, hogy napjainkban kötelező használni ezeket, és csak szükség esetén, vészhelyzet esetén van a kézzel irányítás. Igen, és amit te utaltál, ugye az, hogy az oroszokat megkérték az izraeliek, hogy ugyan ne csinálják, és te azt mondod, hogy az izraeliek azt mondták, hogy ők már ezt megoldották. Hát maguk között szóval ez ilyen igazi, mondom, közel-keleti keménykedés, persze megoldottuk, de igazából meg egyre fogalmuk sincs, hogy fogják. Oké, Jair Lapiddal kezdtük, Jair Lapiddal folytatjuk hétfőn, de előlegbe annyit, hogy az izraeli külügyminiszter Amnesty International-t antiszemita gonosz ügynököknek nevezte, mégpedig azért, mert ez a Soros NGO-hoz tartozik, az Amnesty International... Nem tartozik a Soros NGO-hoz, hanem a Sorostól is kapnak pénzt. Igen, megállapította... És nem antiszemita, annak ellenére, hogy apartheid államnak nevezte Izrael, hát
Ezt is ugyanolyan liberális zsidók csinálják, ezt az egész kampányt a Tikkun Olam alapján. Ezért mondom, tehát erre majd térjük vissza hétfőn. Erre hétfőn mindenféle vissza... Sokkal árnyaltabban kéne antiszemitázt. Nem tehetek mást, csak pontosan idézhetem Jair Lapidot. Ő azt mondta, hogy aki a zsidó államot parthanya államnak tekinti, illetve nyilvánítja, az egy kemény antiszemita. Köszönöm, hogy velünk voltál, legyen nagyon kellemes hétvégét, Shabbat Shalom! Shabbat Shalom! Kedves nézőim, akkor most következik a híradó után van Pirkadat Extra, vendégünk lesz Benda Iván, és egy kiállítás margójára, egy dokumentumfilm a kiállításról. Tartsanak velünk!